Bendl Vera. A galamb, aki megette az időgyurmát. Első fejezet. Kedves kis kalandozásnak indult. Nevem Józsi. Vaskúton születtem. Testvéreim Boldi, Tóni, Elek, Ignác, Huba, Szilvia. Kedvenc ételem volt a körözött. Egy ideig. Bárhonnan kiszagoltam. Nem úgy, mint egy galamb, inkább, mint egy kutya. Teljesen pontosan. Csak egyszer időgyurmával együtt ettem meg. Nem volt a legokosabb döntés. Elmondom, mi lett a vége. Éppen Párizsban kirándultam. Szerettem a kalandot. Párizs jobb volt, mint Vaskút. Úgy gondoltam. Csak vágytam egy kis körözötre. Megláttam egy kisfiú kezében a finomságot. Nem tétováztam. Lecsaptam az ételre. Behurcoltam a párizsi dúcba. Neki kezdtem. Lenyeltem egy kis darabját. Mit mondjak? Olyan más volt. Sósabb. Keményebb. Nem túl friss. Azért persze folytattam. De ekkor megjelent a kisfiú a barátaival. Hiszen ez időgyurma, nem csak körözött, kiáltották. Ki tudja, mit csinál az idő a pocakodban? Tilos megenni, bajod lehet belőle. Hittem is, meg nem is. Egy kis lejárt körözött, egy kis összekuszált idő. Most mi történhet? De egy picit azért aggódni kezdtem. Madártejet már kóstoltam. Semmi nem lett. Papsajtot is, szintén semmi. Esetleg most lesz? Kedvesen visszaadtam a maradékot. Eleinte nem volt hatás. Mondom magamban, minden rendben. Második fejezet. Beütött az időgyurma. De 10 perc múlva fel kellett szállnom. Az időgyurma hajtott a hasamban. Elrepültem már halott nagymamámhoz. Ittunk egy kávét és szalonnáztunk. Elrepültem Vaskútra anyukámhoz és újabb testvéreimhez. Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Erika. Se perc alatt történt. Elrepültem az összes testvéremhez. Ignác Indiában él. Boldi a Kanári-szigeteken. Mázlista. Huba Perúban lakik. Tóni Budapest 7. kerületében bérel kissé büdös dúcot. Szilvia a Bakonyban vándorol. Megtaláltam. Elekről mit sem tudni. Még akkor is csak 3 perc telt el. Elrepültem rémületes tanítónénimhez, Gémfalvi Etelkához. Minek? Elrepültem Afrikába, Ausztráliába, az északi sarkra jeges medvét nézni. Elrepültem Amerikába. Minden földrészt 1 perc alatt jártam meg. Jól hangzik? Nem. A végén mozdulni sem tudtam a fáradtságtól. A bokorban az életemen gondolkoztam, hogy mi minden lehetnék. Postagalamb, apagalamb, nagypapagalamb, agyaggalamb. Bár az agyaggalamb nem is él. Agyaggalamb nem leszek, mondtam halkan. Inkább valami más. És elaludtam. Fájó hassal ébredtem 1 hét múlva. Szerencsére egy galamblány megtalált. Hozott nekem baracklekvárt. Na, ettől végre kipukiztam az időgyurmát. Fellélegeztem és szerelmes lettem. Azonnal megházasodtam. A feleségem Brigi. Rendkívüli nő. Apa galamb lettem. Nem akartam többet utazni. Hazaköltöztünk Vaskútra. Gyerekeink idén Gyula, József, Sándor, János, Erzsébet, István, Chanel. A körözöttet kerülöm. Ránézni sem bírok. Hogy megérte lenyelni, nem tudom. Brigi miatt nem bánom. De köszi, többször nem kérek belőle.